Szevasztok és sziasztok! Én se láttok így az ervők, és üdvözöllek titeket a csatornám, és üdvözöllek titeket a Minecraftban. Máma egy vízházat fogunk építeni, de nem akármilyen vízházat, srácok, hanem olyat, amin át lehet menni a falon. Szóval át tudsz úszni a falon, szóval tényleg belemész a falba, és átúszol rajta. És hát, ugye én ezt már láttam YouTube-on, hogy ezt már mások is csinálták. Igazából magyarul még nem láttam, és az angolul pedig, szóval egy angol YouTube-os néztem, az ugye inspirációként, mert én nem magamtól találom ki ezeket az ötleteket nagyjából. És hát akkor ugye ő úgy csinálta, hogy nem lehetett átmenni a falon, de én most ezt úgy fogom csinálni, hogy át lehessen menni a falon. De akkor kezdjük is el, srácok. Kelleni fog hozzá egy vizes vödör, egy akadály, azt meg is mutatom, hogy hogy kell most beszerezni, és rátok beírjátok, hogy slash give, aztán kukac a, és akkor barrier, és enter, srácok, és akkor látjátok, most kettő lett, mert nekem ugye már volt egy, szóval srácok, így tudjátok ezt megszerezni, akkor kelleni fog nekünk hozzá még egy ajtó, akármilyen ajtó lehet, csak nem vasajtó, mert ugye a kart azt nem lehet ugye mellé olyan könnyen lerakni, de viszont nyomólappal az lehet, úgyhogy nyomólappal azt is használhatjátok, de hát a kart azt nem igazán ajánlom, de azt is meg lehet oldani, szóval kell hozzá nekünk még üveg, tölgy, deszka és még felesleges blokk, ezt arra fogjuk használni, hogy ahova rakjuk a barriert, oda először is rakjuk ezt, hogy lássuk, hogy hova kell lerakni, és utána pedig majd át helyezzük. A benti berendezéshez pedig kell egy ágy, kék ágy, mert ugye az jobban passzol a vízhez, akkor egy kék szőnyeg, egy pár láda, vagyis hát nagyon sok láda, kettő barkácsasztal, srácok, és 16 kemence, srácok, pontosan, hogy azért tudjátok, hogyha például túlélőbe építitek. Na de akkor kezdjük is el a háznak az építését. Ugye ezt úgy kell megépíteni, srácok, hogy kell először is egy 8x12-es terület, srácok. Azokat most itt így kiüssük, szóval egy ilyen négyzetet, itt ez most 8, de megkor jön 12. Na és akkor, hogyha ezzel megvagytok, akkor ez így néz ki, srácok. És hát akkor most az lesz a lényeg, ugye ez helyett fogjuk most ha ugye ez lesz a barrier, de előbb lerakjuk ide, szóval srácok, ide rakjátok ide a barriert, vagyis hát inkább ide a szélére, srácok. Így né. És hát akkor ezt így ugye itt felette, srácok, szóval ez felett, srácok, itt így csináljátok így, így tudjátok így körbe, szóval ez a platform felett. Na srácok, és hogyha ezzel megvagytok, akkor utána pedig ezt így rakjátok itt el. Na srácok, és hogyha ezzel is megvagytok, akkor megfogjátok a vödröt, és minden egyes blokkra, srácok, raktok egyet, és hát akkor, ja, ezt akkor csináljátok meg. Na srácok, akkor hogyha minden egyesre raktatok vizet, akkor annak így kell kinézni, srácok, eddig megvagytok, akkor most azt kell csinálnotok, srácok, hogy akkor itt megfogjátok ezt megint. Itt idáig felépítitek, srácok, és akkor ezt így lebontjátok, srácok, és akkor ugye minél kevesebb barriert használunk, ezért már ezt most így megcsináljátok. Ezt kiütitek, hogy ugye minél kevesebb barrier legyen, mert most ez így ide nem kell, és hát akkor ugye, hogy ne üssétek be valahogy magatokat, nem tudom. De akkor a sarkoknál ott üsítek ki, és akkor most itt így körbe, szóval, hogy egy blokk itt mindig legyen közte, és hát akkor, ja, ezt így most csináltok körbe, úgyhogy a sarkokat ugye mindig kiadjátok. Na srácok, és hogyha ezzel megvagytok, akkor ez így néz ki, és akkor most azt kell csinálni, srácok, hogy ezekre mind itt körbe, itt mindegyikre raknunk kell, szóval így bent egy vödörnyi víz, szóval ezt így körbe csináljátok meg. Na és hogyha ezzel megvagytok, akkor ez most úgy néz ki, mint egy medence, srácok. De viszont ennek így is kell kinéznie. És hát akkor ez egyelőre így néz ki, srácok. Akkor most itt el kell döntenetek, hogy hol rakjátok ugye az ajtót, srácok. Én azt most ide fogom rakni.
Én dupla bejáratot csinálok, és akkor ahova akarjátok, oda rakjátok ezt a kettő izét, ez nem fog kiomlani, igen. Viszont, hogyha most ide rárakjátok az ajtót, akkor kiomlik a víz, és azért kell most ugye ide a barrier, de most itt követsenek meg, szóval ide kell kettő srácok, és ide fog kelleni kettő. Szóval ide felé. Ide. És akkor már tök nyugodtan be is rakhatjátok ide, és ide azt kettő ajtót, és nem fog kiömleni. És hát, hogyha ezzel is megvagytok, akkor utána így ugyanígy most be kell ugye raknunk az ablakokat, és hát azokat is ugyanígy kell, srácok. Szóval, hát én most akarnák, nem tudom, ide egy kettő ablakot. Akkor azt így csináljuk. És akkor bemegyünk, és akkor itt is ugye ugyanúgy megcsináljuk. Ide. És akkor ugye be is rakjuk akkor oda a kettő üveget, ide, meg ide. És hát akkor az ugye nem fog kifolyni. De viszont még azt ajánlanám, hogy akkor még alá rakjatok vizet, srácok, szóval ide, meg ide. Ide rakjatok vizet, hogy itt jobban nézzen ki. Így se tökéletes, de így jobban néz ki, srácok, és beesteledett. Hol van a hód? Ott jön fel. Úgyhogy akkor gyors csinálok egy time that date. És hát akkor építünk is tovább, srácok, akkor még ezt megcsinálom. Ezen az oldalon. Na és hogyha ezzel meg is vagyunk, akkor most az jön, hogy ugye a követ, azt ki cseréljük akadályra, azaz barrierre. És hát akkor ezt most akkor meg is csinálom, srácok. És hát ezt most ti is csináljátok meg. Na srácok, és akkor hogyha megvagytok azzal, hogy kicseréltitek a követ barrierre, akkor annak így kéne kinézni a srácok, hát ez egy nagyon gyönyörű kis vízház, hát nem annyira szép srácok, de most akkor jön is a benti berendezés, srácok. És hát akkor ugye ahhoz ki is veszük most a cuccokat, akkor ezeket most akkor elrakjuk, srácok. Ez így ide fel. És akkor ezeket pedig ugye ide le, várjátok, ezt így is ki lehet, aha, így is ki lehet venni. És hát akkor ezt úgy fogjuk csinálni, srácok, hogy ugye, ja srácok, ups, valamit elrontottam. Előbb ezeket ki kell cserélnünk fadeszkára, mondjuk ezt nem muszáj, srácok, de hát nem tudom. Azért kicserélhetitek, szóval akkor még ezt gyorsan kicserélem. Na srácok, és akkor hogyha ezzel ugye megvagytok, akkor ide be is rakjuk a ide kettő kék ágyat ugye, vagy hát amit akartok, akkor ide jön ide egy láda, és ide egy láda, és hát akkor még ezeket elhelyezzük úgy, hogy itt 1, 2, 4, 5, 6, ide 2, és ide is egy kettő, de ezt végig húzzuk, 1, 2, 4, és akkor ide is kettő, és ide akkor kettő parkárcsasztal, és akkor még jönnek ide egy ugyanúgy így annyi láda, látok, ez így egybe legyen, vagy így úgy jönnek ide a ládák, ahogy itt van, és ez csak láda lesz, szóval hát nem tudom, én ezt így inkább ilyen kis tárolóhelynek használom, de akkor most gyorsan ide is rakom a ládákat, srácok. Na srácok, és hogyha ezzel megvagytok, akkor utána le kell raknotok mindenhova, ahol még maradt üres padló. Oda lerakjátok a szőnyeget, srácok, szóval mindenhova, ahol ugye még maradt így a padló. És hát ugye ezért nincsen olyan sok értelme lerakni ugye a fadeszkát, mert hát ugye most jön rá a szőnyeg, de hát azért meg lehet csinálni, srácok, mert hát most miért ne? Meg hát ugye akkor így alatta is szebben néz ki, mondjuk akkor elég csak alatta, hogy megcsinálj, de hát ugye oldalról lehet látni, ugye innen,
Úgyhogy akkor ott is meg kell akkor csinálni, de hát nem tudom, én most megcsináltam mindenhol, mert miért ne. És hát akkor ez így néz ki, srácok. Na, srácok, és akkor innen búcsúzok tőletek, úgyhogy most ott van fent az a... Hát hogy került az oda fel, srácok? Az... nem tudom, srácok. De én azzal most nem fogok kereskedni, úgy sem éri meg, srácok. De viszont a lámáit azt el lehet tőle menni, de hát az rossz dolog. De mindegy, most nem is ez a téma. Szóval akkor kész is lennénk a házzal, hogyha tetszett, akkor ugye nyomj egy lájkot és iratkozz fel, és hogyha nem akarsz lemaradni újabb tartalmakról, akkor nyomd meg a csengőt, és szavazz most az ibetűn, hogy legközelebb milyen házat építsek, vagy hogyha nincsen választás opcióként az a te ház ötleted, amit azt akarod, hogy megépítsek, akkor azt írd meg inkább a kommentben. De hát akkor ez a videó ennyi lett volna, találkozunk legközelebb, viszlát és hello!